kiemelkedően sok a kerékpárút mennyisége, és a minősége sem rossz egyébként. Egy rendkívül forgalmas kerékpárút Adivárosban, ahol korábban a 30-40 éve épült burkolat sok kellemetlenséget okozott az erre tekerőknek. Ennek most vége, hiszen a Tihanyi Árpád út páratlan oldalán, az Ifjúság körút és a Földes Gábor utca között teljesen felújították a felületet, és még a járda is megújult. Itt vagyunk most Adivárosban, ahol már sokadik fejlesztés megy végbe, hiszen korábban az Ifjúság körút mindkét oldalán készült el kerékpárút. A Szigeti Attila úti részen is folyamatos fejlesztések, felújítások voltak, és most itt a Tihanyi Árpád úton is. Ez egy nagy forgalmú kerékpáros szakasz. Örülök, hogy sikerült ezt felújítani, és nem csak a kerékpárutat, hanem a járdát is. Természetesen tudunk arról, hogy hol kell majd még beavatkozni, hol kell folytatni. Ahol indokolt volt, ott teljes pályaszerkezetcsere zajlott, máshol csak az aszfalt réteget bontották el a szakemberek. A kerékpárút és a járda modernizálása a bicikliseknek, a gyalogosoknak, de még a mozgásukban korlátozottak számára is fontos fejlesztés. Gyakorlatilag teljes szélességben járda kerékpárút felújítás történt, részben pályaszerkezetcserével, részben pedig a meglévőnek kvázi úgymondom megfejelésével, aszfalt szőnyeggel való fejelésével. Így alakult ki ez a jelenlegi állapot. Természetesen új felhajtók minden csomópontba a kerékpárúthoz, olyan meredekséggel, ami nem csak a kerékpárosnak, hanem a mozgáskorlátozottaknak is fontos. A városban és a városrészben is egyre többen tekernek, ráadásul a közelben több Győrbike állomás és rengeteg intézmény is van. Ezért is lényeges volt a szakasz megújítása, ami szeptember elejétől egészen október végéig tartott. Megkértek a közös képviselők, hogy amennyiben mód van rá, akkor mindenképpen kerüljön bele ebbe a fejlesztési folyamatba ez az útszakasz is, és nagyon örülök, hogy ez megtörtént. Itt a Győrbike rendszer is kiépült a környéken, hiszen nem olyan régen létesítettek egy újat a Hadivárosi tónál, és ugye itt a körzetemen belül a postánál, postával szemben is található egy. Ez is segíti azt a hozzáállás, hogy minél több ember válassza itt a biciklis közlekedést. A mostani 40 millió forint értékű fejlesztést jövőre újabbak is követik, ezt is bejelentette Radnóti Ákos alpolgármester. Az önkormányzat folyamatosan vizsgálja, hol kellene új utat építeni, és hol felújítani a régi bicikli utat. Ezekre a forrást a város jövő évi büdzséje tartalmazni fogja.